Tavaly 800-an látogattak ki a rendezvényre. Az idei év különlegessége, hogy a Kárpátalján lévő Dercen egyházközség ingyen konyhájának szerveztek adománygyűjtést. Ebben az évben is számos fellépővel készültek a szervezők, délelőtt a kicsik láthattak előadásokat, délután és este pedig DJ-kkel és koncerttel zárult a nap. Ezután a nagy hajsza után, amit a vidéki emberek végigvittek a tavaszi munkákkal, és most már lassan a betakarítással, a gabonaféléknek a betakarítása, ez az alkalom az, ahol találkozhatnak a gazdálkodók, a vidéki emberek, a falugazdászhálózattal, aki segíti nekik a munkájukat, illetve a kormány tagjaival, és akkor itt egy kötetlen beszélgetés formájában mindenki ki maga gondjára talán itt találhat a legközelebbi megoldást, úgyhogy szembesül azokkal, akik a segítséget nyújtják, és akik tőle várják a segítséget. A búza betakarításának közel 3/4 éve már készen vannak a gazdák. Az átlagos mennyiség 45 mázsa körül van, ami több éves csúcsot jelent. A szakértők szerint a termés átlag elérheti a 47-48 mázsát, és a jó minőség miatt emelkedtek is a búza árak. Az agráriumot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon komoly bővülés ment végbe. Nőtt a foglalkoztatás az ágazatban, nőtt az ágazatnak a nyereségessége. Nyilván vannak helyi problémák, amelyek ezt negatív módon árnyékolják, de összességében el lehet mondani, hogy Magyarországon agrárbéke van, és hogy Magyarországon a mezőgazdaság az egy jövedelmező ágazatnak számít. A második Aranykalász Fesztivál szervezői az Apagyiak mellett várták a környező települések lakosait, valamint csoportokat, baráti társaságokat és önkormányzatokat is. A kilátogatók számára a programok mellett főzési lehetőséget is biztosítottak.